Coco Chanel szerint az a nő, aki nem visel parfümöt, annak nincs jövője. Ez persze elég erős csúsztatás, illetve nem csak a nőknek szeretném tenni ezt a videót. Mint tudjátok, a szívügyemnek érzem ezt a témát, szinte nem telik el úgy nap, hogy én ne fújjam be magam parfümmel, úgyhogy a mai videóban arról lesz szó, hogy milyen tippeket tudok adni nektek parfümhasználattal kapcsolatban, mit kerüljetek parfümhasználattal kapcsolatban, és lényegében egy parfümhasználati kisokossal szeretnék nektek kedveskedni, hogy a kedvenc illatotokból kihozhassátok a legtöbbet. Illetve szeretném veletek átbeszélni azokat az általános parfümhasználati hibákat, amiket nagyon-nagyon sokan elkövetnek. Kezdjük nagyjából az alapoktól, biztosan, hogy tudjátok, hogy vannak különböző fajtái a parfümöknek, van eau de toilette, van eau de parfüm, van körni víz, azonban nem szeretném ennyire lesarkítani az egészet, és nem szeretném azt mondani, hogy ez eddig tart, ez meg addig tart, ugyanis tapasztalatban mondom, hogy nem feltétlenül gyengébb egy eau de toilette, egy eau de parfümnél, egy körni víz nem feltétlenül gyengébb szintén az eau de toilette-nál, úgyhogy ebben nem szeretnék belemenni, mert találkoztam el olyannal, hogy eau de toilette, és szinte másnap is éreztem az illatát a bőrömön, és találkoztam olyan eau de parfümmel, ami sajnos nem volt egyáltalán, de még egy órán keresztül sem tartós a bőrömön. Ha megvan a kedvenc illatotok, és szeretnétek a legtöbbet kihozni belőle tartóságügyileg, vagy nem szeretnétek a nap folyamán újra fújni, de azért tartós, kibír 4-5-6-8 órát, de ti azt szeretnétek, hogy még az esti bulin is érződjön, mert mondjuk nincs lehetőségetek újrafújni, akkor ezeket a tippeket tudom nektek ajánlani. A legelső kérdés, ami nagyon sokakban fölmerül, de természetesen nagyon evidens a kérdés, hogy hova fújjuk a parfümöt. Nagyon sokan azt szokták csinálni, hogy a klasszikus nyakra fújják, illetve a csuklóra, de ezek mellett még van számos olyan pont, ahová érdemes fújni. Inkább a pulzus pontokra jó, hogyha az ember koncentrálódik, ugye ilyen a nyak, vagy hát a fül mögött, a csukló, a könyökhajlat, ha esetleg szoknyában vagyunk nyáron, vagy harisnyában, mivel az illat fölfelé párolog, ezért akár a térthajlathoz is lehet fújni, mert az is nagyon sokat tud dobni az illatintenzitásán. Sokan preferálják azt, hogy ruhára is fújják. Ez sok esetben ellenjavalt, de be kell valljam, hogy van, hogy én is a ruhámra fújjon, nem közvetlenül, szóval nem direktből fújom oda, hanem ha mondjuk egy ilyen garbónyakú felső van rajtam és a nyakamhoz fújom, akkor akarva-akaratlanul is érintkezni fog a parfüm a ruhával. Szerintem nem ördögtől való dolog ez az egész, szóval ha úgy érzitek, hogy nem tesz kárt akár a parfüm a ruhában, nem csorbít az illatnak a mienségén, mert én már vettem azt észre, hogy teljesen más volt a bőrömön, mint a ruhán, és nagyon elütött a kettő, és az a két illat, ami úgymond kijött a ruhám, meg külön a bőrön, az nagyon nem fette egymást, úgyhogy erre is nagyon oda kell figyelni. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy nem így fújjuk a parfümöt. A parfümöt minden esetben egy viszonylagos 15-20 centi távolságból fújjuk ki, és hagyjuk, hogy rá essen a bőrre, ne közvetlenül nyomjuk a bőrbe, ugyanis ezzel összetörhetjük az illatmolekulákat, ugyanúgy, ahogy például azt sem javasolt, hogy dörzsöljük a csuklónkat, mert az illatmolekulák összetörnek, ugyanúgy nem szabad nagyon-nagyon közelről fújni az illatot. Ha már itt a csuklós történetet is megemlítettem, ezt szerintem nagyon sokan tudják, bár még nem elegen, szóval szoktam látni, hogy valaki összedörzsöli a csuklóját, és egyszerűen nem bírom ki, hogy ne szóljak neki. Illetve nem is az illatmolekula összetörésről van szó, mikor azt mondjuk, hogy nem szabad így dörzsölni a csuklónkat, mikor ráfújjuk a parfümöt, hanem személyes tapasztalat szerint nem tesz jót az illatnak, hogyha ennyire fölmelegítjük. Ugye eleve itt ez az egyik legmelegebb pontunk, ez a pulzus pont, ahová szoktuk fújni az illatot. Ha még összedörzsöljük akár pár másodpercre is, az így fölhevíti az illatot, és szintén nem tesznek jót, úgyhogy minden esetben kerüljük ezt a dörzsölést, bőven elég, ha csak ennyit csinálunk. Nagyon fontos, hogy amikor a parfüm használatáról van szó, mindenképpen olyan bőrre fújjuk, ami jól hidratált, ami nem száraz, ami megfelelően tud úgymond párologni az illat, ugyanis egy száraz bőr beszívja, nem bocsátja ki azokat az illatokat a bőrről, és egyszerűen
magába szívja és ott tartja, míg egy hidratált bőr ontja az illatot szépen a nap során, és ez a legmegfelelőbb módja annak, hogy tartós legyen az illat. Úgyhogy azt javaslom, hogy akár előző nap, akár hogyha reggel tusoltok le, kenjétek be magatokat hidratálóval, akár egy olyannal, aminek nincs illata, vagy lehet olyan parfümöket kapni, amik egy ilyen kis szedben jönnek, és külön van egy ilyen parfümös testápoló, mert ugye így tudjátok így rétegezni az illatokat, és azáltal még tartósabb lesz, de hogyha nincs ehhez a kifejezett kedvenc parfümötökhöz ilyen akár tusfürdő, akár testápoló, akkor tényleg egy illatmentes kis testápoló is bőven megteszi. Van az a régi trükk, hogy vazelint kenjünk arra a helyre, ahová fújni szeretnénk az illatot, ugye csukló, nyak. Amúgy tökre beválik, viszont kényelmetlen. Szerintem, ha bekenjük ide a fülünket vazelinnel, mivel a vazelin nem fog felszívódni a bőrbe, az ott fog csücsülni rajta, és hiába tartja a bőrt, de kényelmetlen. Ahogy mozogtok, zsíros érzetet fog kelteni, ugyanúgy a csuklón is, össze fogja fogni a ruhátokat, nem jó. Szerintem mindenképpen a hidratálás a legfontosabb. Nagyon sokáig elkövettem én is ezt a hibát, és nem tudtam megállni. Sajnos parfümöt hajra fújni nem a legkifizetődőbb, ugyanis a parfümben található alkohol, magas alkoholtartalom egyszerűen kiszárítja a hajat, és nem szabad közvetlenül a hajra fújni. Azonban én azt vettem észre, hogy ha ráfújjuk a fésünkre, hagyjuk, hogy az alkohol elpárologjon, utána átfésülhetjük a hajunkat vele, és ugyanolyan jó illata lesz. Végül, de nem utolsó sorban tud, hogy a parfümök igenis meg tudnak romlani. Nem célszerű őket olyan helyen tárolni, ahol nagyon magas a páratartalom, ahol sok fény éri őket, ugyanis megvan az az adott idő, ameddig megőrzik a szavatosságokat, ez olyan 2-3 év, de utána, hogyha nagyon páradús helyen tartjátok, akár a fürdőszobában, akkor hamarabb meg tud romlani. Az állagán is, a színén is észrevehető a változás, illetve a tartóságán is. Szóval, ha azt veszitek észre, hogy már nem olyan illata van, nem annyira tartós, más a színe, akkor mindenképpen váljatok meg tőle. A legjobb, hogyha egy kis dobozkában tároljátok, a sminkes asztalotoknál, vagy a fiókban, de semmiképp sem a fürdőszobában, ahol nagyon-nagyon-nagyon magas a páratartalom. Úgyhogy ennyi lett volna ez a kis parfüm használati kisokos, itt a kezemben a Kubának a La Vida parfümje található, ami mostanában az egyik személyes nagy kedvencem, és ha már a Kuba parfümökről van szó, akkor meg szeretném nektek említeni, hogy egy kis nyereményjátékkal szeretnék nektek kedveskedni, a mögöttem található kettő illatot tudjátok megnyerni, hogyha továbbra is velem tartotok, és teljesítitek azokat a apró kis kritériumokat, amikkel jelentkezni tudtok a nyereményjátékra. Ez a két illat, amiről szó van, és amit megnyerhettek, egy-egy ember fogja megnyerni, szóval kettő nyertes lesz, a Kubának a Jungle és a Kubának a Heartbreaker nevezető illata, ehhez pedig csak annyit kell tennetek, hogy kövessetek itt YouTube-on, írjatok kommentet, lájkoljátok a videót, és írjátok meg azt is a kommentben, hogy mióta használtok parfümöt, melyik a kedvenc parfümötök, illetve mi legyen még. Mindenképpen majd szükségem lesz az e-mail címetekre, úgyhogy írjátok meg majd az e-mail címeteket is a komment szekcióban. Úgyhogy hajrá, hajrá, ezeket tudjátok megnyerni, illetve majd az Instagramon is szeretnék csinálni egy nyereményjátékot, ahol férfi parfümöt is meg fogtok tudni nyerni a női parfümök mellett, úgyhogy mindenképpen kövessetek ott is. A játék nagyjából 1-2 hétig fog tartani, de mire ez a videó felkerül, addigra ki fogom találni, hogy pontosan mi is legyen. Úgyhogy nagyjából ennyi lett volna ez a videó, én nagyon remélem, hogy hasznos volt számotokra, ha így van, akkor szintén ne felejtsetek el lájkolni, és jelentkezzetek a játékra, ha szeretnétek egy klassz kis parfümöt megnyerni. Köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk legközelebb is. Sziasztok!